Ferencváros Sportegyesület kosárlabda szakosztály is elkezdte augusztus közepén a felkészülést az idei szezonra. Endrész Tamás, a Szerencs VSE technikai vezetője és kosárlabda edzője részletesen beszámolt az idei szezon elképzeléseiről. Idén szakosztályunk három korosztályban indít csapatot, az U12, U14 és U16-os korosztályban. Korosztályonként 12-14 gyereket tudunk foglalkoztatni, illetve van lehetőség átjárása, a feljátszása a kisebb korosztálytól a nagyobb korosztályba. Idén is a regionális bajnokságban indulunk, ami azt jelenti, hogy várhatóan október elején fog indulni majd mindhárom bajnokság. Heti 4 edzéssel készülünk a megmérettetésre, gyakoroljuk a korosztálynak megfelelő technikai és taktikai elemeket. Ugye ahogy lépünk előre a korosztályba, ott egyre inkább bonyolódik a taktika, egyre komolyabb feladatokat kell tudni megoldani a gyerekeknek, és hát nyilván a védekezési szabályok is változnak, és ezeket augusztus közepétől tulajdonképpen mindhárom csapatunkkal gyakoroljuk. A csapatok játékosai a megfelelő technikai és taktikai elemek gyakorlása mellett a kondicionális képességek fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek. Ezen kívül az edző arra is kitért, hogy ahogy a csapatok lépnek előre a korosztályokban, egyre inkább komplexebb a taktika, egyre komolyabb feladatokat kell tudni megoldani a játékosoknak. Például az U14-ből feljövő gyerekek, akik a hátam mögött éppen játszanak, ők most éven már zónavédekezést is használhatnak, és ez gyakorlatilag merőben más, mint az emberfogásos védekezés, illetve a támadásban is újabb elemekkel bővítjük a repertoárunkat. Az U11-ből feljövő U12-es csapatunk, ugye ott U11-ben 4-4 ellen játszanak, U12-ben már 5-5 elleni mérkőzések vannak. Az U12-ből, tehát a tavalyi U14-es B csapatunk, ő játsza most az U14-át, tehát ott igazából nincs változás, annyi, hogy az alsó korosztályokat, tehát a 2011-esek, most már nem a kiskorosztályos U14-esek, hanem a nagykorosztályos, tehát a 2 éves korosztálynak most már a tetejénél vannak, tehát most már nem a legkisebbnek számítanak magyarul. Endrész Tamás kiemelte, hogy az egyesület a TAOS támogatást veszi igénybe minden évben, amely nagyban hozzájárul a felmerülő költségek fedezéséhez. Továbbá kihangsúlyozta, hogy a tavalyi TAOS támogatás mértéke évről évre csökken. Ennek ellenére minden csapatnak sikerül valamelyik csapattal kiemelkedő eredményt elérni. Tavaly például az U14-es csapat az egész éves bajnokságot tekintve veretlenül lett Kelet-Magyarországon regionális bajnok, amivel a regionális bajnokok döntőjében bejutott. Ezt a tornát itthon rendezhették meg, így sikerült hiba nélkül teljesíteni, így felállhattak a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. A felkészítő ezen kívül beszélt a tárgyi feltételek biztosításáról is. A terem az, ami nélkülözhetetlen. Ugye itt a Hunyadi teremben tudunk többnyire edzeni, de a Bocskai gimnázium, a Rákóczi iskola és a Bolyai általános iskola is biztosít termet a gyerekeknek, hiszen ugye ugyanezek a gyerekek tudnak a diákolimpián is saját iskoláik színeiben versenyezni. A sportszer beszerzésre is leginkább a TAOS támogatásból tudunk pénzt keríteni, illetve abból tudjuk fedezni. A felkészítő szerint a többi csapat mellett az U14-es csapat versenyzőit nagyon inspirálják a következő bajnokságok kihívásai. Az U14-es csapat, akik most teljes egészében hozzám kerültek, nagyon várják. Egyrészt az, hogy nagyobbakkal fognak tudni játszani, magasabb korosztályúakkal fognak tudni játszani, illetve magát az, hogy hogyan fogjuk például ezt a zónavédekezést teljesíteni, hogyan fogunk ezzel boldogulni, illetve hogyan fogunk ezzel ellen játszani, mert ez nem csak a védekezés részét, hanem az ezzel való támadás is meg kell tanulni, ami folyamatban van, és azért szemmel láthatóan okoz nehézséget, okoz problémát, de dolgozunk azon, hogy ez majd a meccseken egyre kevésbé jön elő. Endrész Tamás szerint az idei felkészülés során folyamatosan azon dolgoznak, hogy a meccseken jól tudjanak teljesíteni a játékosaik. Hát a kiemelt bajnokságban most hétvégén lesz majd a selejtező, tehát még nem tudjuk, hogy a mi csoportunkban például milyen csapatok lesznek. Amint ez megvan, látjuk, hogy kik az ellenfelek, kikkel fogunk játszani, és akkor már lehet egyfajta véleményezés alapján erősorrendet felállítani, de hát nyilván majd a meccsen fog eldőlni, meglátjuk. Próbáljuk a tőlük tehető legjobbat kihozni, majd meglátjuk, hogy mire lesz az elég. A felkészítő végül bemutatta a csapatok edzőit. Az U12-es csapat edzője Nagy Lajos, az U14-es Horváth Gábor, az U16-nak pedig Endrész Tamás a vezető edzője. Fő céljuk, hogy a regionális bajnokságban minden korcsoporttal jó eredményt tudjanak elérni.